félig meddig ifjúsági előadás, ez ugye egy európai kulturális közösségnek, a European Theatre Convention-nek a gondozásában is készült ez az előadás, és a Young Europe nevű programnak a részeként, ami azt jelenti, hogy fiataloknak fiatalokról. Ennek kapcsán volt tesztközönségünk a bemutatót megelőző csütörtökön, pedagógusok is jöttek, meg diákok is, fiatalok is jöttek, és őrült nagy siker volt, és utána ott maradtak velünk beszélgetni. Egy fél órásra terveztük kis hitűen a beszélgetést, és ehhez képest a második óra után én zártam le, hogy köszönjük, hogy itt voltatok. Szóval bizakodó vagyok nagyon, nyilván minden előadás nem sikerülhet ugyanúgy, minden embernek, minden korosztálynak nem tetszhet ugyanannyira, de nekem tetszik. Ez mi? Nem tudom. Ha-ho! Itt len! Segítsen már! Nem tudom, hogy... Segítség! Te vörcsem át, te első milyen vagy! Ha-ho! Segítség! Én is hallottam! Maradjon! Megölsz mindannyiunkat! Most igen, te perves szóhaték, most megtalálnak! Kika! Én nem akarnak bántani! Én nekem egyébként nagyon-nagyon fontos ez a darab, már abból a szempontból is, hogy még egyetemista vagyok, és ez egy nagyon nagy tanuló folyamat volt számomra. És nagyon örülök, hogy egy ilyen darabbal kezdhettem. Tudtam, hogy csak néhány perccel van lejutni ide. Oda szaladtam az ajtóhoz, de a kilis tűzforró volt. Végül én is a kitört ablakon jutottam be. Felszabadultak vagyunk. Nagyon kétélű ez a fegyver, amit kovácsoltunk közösen. Nagyon-nagyon kevésen múlik az, hogy elszáll-e a dolog, vagy csak megtörténik. És ma én úgy érzem, hogy kifejezetten jó kört futott, ami nagy könnyebbség, vagy nagy megkönnyebbülés a számunkra, meg a számunkra. Nagyon szeretjük, és nagyon reméljük azt, hogy ha ezt így beáll, és hosszan tudjuk játszani, akkor tulajdonképpen ebben nincs kockázat, vagy nem lesz kockázat, hanem minden előadás tulajdonképpen ugyanazt a minőséget tudja hozni. Ezek a témák, amikről szól ez a darab, ezek a napjaink témái, napjaink vita témái, és ezekkel én is, és mindenki, aki az alkotótársunk volt ebbe a darabba, mindenki ezzel szembe kell, hogy nézzen, és ezért gyakorlatilag arról beszélünk itt, amiről alapúgy is beszélhetnénk, és csak itt most színházban, ebben a darabban egy olyan radikális helyzetben vannak a szereplőink, ahol nincs más lehetőség, csak hogy ezekről a témákról, amik valójában a lelküket nyomják, azokról beszéljenek őszintén. Mert semmi másnak nem lenne jelen helyzetben értelme, csak őszintén beszélni ezekről. Make yourself cry, never mind them. Don't you know you're not the only one suffering? I see you up again, wondering. Nekem nagyon fontos volt, az egyik barátom nézte, és ő mondta azt, hogy ez a lány, akit én játszom, igazából teljes mértékben vele tud azonosulni, tehát hogy vele ért egyet, viszont nem elég, tehát hogy azért megy inkább a másik karakterrel, mert jobban szónokol, meg az érződik, hogy olvasottabb, és szerintem vagy ez egy nagyon-nagyon fontos megközelítése annak, hogy igen, hogy a lánynak az értékrendje és az érzései azok rendben vannak, csak nem tudja feltétlenül kifejezni magát, mert mondjuk nem elég művelt hozzá. Mindig azt keresem minden munkában, hogy gyakorlatilag ez miért készül, miért van elővéve, mit akar, miért akarjuk ezt nézőknek játszani, miért van ez feldolgozva, ez az adatanyag. Most mindegy, hogy 2018 nyarán írták, vagy 1520-ba, ha megvan indokolva, és ezt az alkotócsapat tudja, hogy ezt miért is akarja megcsinálni, és mit akar vele üzenni, vagy mivel a célja, akkor igazából szinte mindegy. Nyilván ez nagy könnyebbség, hogy azért ennél, tehát a holnap előtt, mivel ez egy kortárs darab, olyanok a szövegek, amik nagyon, nagyon közel állnak a mindennapi beszédünkhöz, és ezt nyilván talán egyel könnyebb lehet mondani, mint mondjuk egy Shakespeare-t, ez se igaz, mert ebben meg pont az a nehézség, hogy nagyon olyan nekem formálni, hogy ez tényleg most születne, hiszen olyan a mondatok szerkezete, hogy nagyon élő beszédszerű, és ezért nagyon-nagyon mögé kell állni, mert különben akkor lebukós lesz, hogy ez egy ilyen moderneskedő, ilyen nagyon kortársaskodó kis szöveg, nem? Mögé kell állni, és akkor ugyanilyen értéke lesz, mintha egy Shakespeare-t mondanánk, vagy egy Csehovot. Júniusban a Grazi Schauspielhausban be kell mutatnunk ezt az előadást, ami szerintem egy őrületes nagy dolog és lehetőség és nagy megtiszteltetés. És mi ez júniusban történik, ezért azért muszáj addig műsoron tartani, nincs mese. Utána meg gondolom én, hogy a darab sikere fogja meghatározni, hogy milyen hosszan marad műsoron.